Nem volt egységes európai álláspont a migránsválság kezelésében, az elveszített időt nem lehet behozni. Minden állam a saját érdekeit, biztonságát helyezte előtérbe, ami érthető, mondta Nógrádi György, és hozzátette, így is jelentős gazdasági terhet rótt az államokra a bevándorlás. A vasárnapi EU csúcsot pedig Európára nézve félsikernek nevezte. A kompromisszum lényege, hogy a törökök elérték céljukat, kapnak 3 milliárd eurót, emellett jövő októbertől, ha minden jól alakul, akkor eltöröljük a vízumot Törökországgal szembe, ebből rengeteg probléma lesz, és felgyorsítjuk Törökország lehetséges Európai Uniós csatlakozását. Cserébe a törökök megígérték, hogy a külső határokat védik, Európából a rajtuk keresztül beérkezett gazdasági migránsokat visszafogadják, de néhány alapvető kérdésben, mint hogy hány embert veszünk át török menekültáborokból, és mi történik Szíriában, hol vannak a közös pontok, nem született megállapodás. A párizsi terrorcselekmények óta a biztonság lett a legfontosabb, felülírják akár az emberi jogokat is. Az európai állampolgárok akár az USA-ban 9-11 után saját maguk védelméről is gondoskodni fognak, mondta el újságírói kérdésre a biztonságpolitikai szakértő. Országonként teljesen más a helyzet. Az alapvető dilemma az, hogy eddig Nyugat-Európán belül az integráció sajnos sehol nem volt sikeres. Körülbelül 7 évvel ezelőtt Cameron, Merkel és Sarkozy egy hónapon belül bejelentették, hogy a multikulturális társadalom megbukott. Nem integráció történik, hanem egymástól eltávolodás. Hazánk miután megépült a szerb és horvát határon a kerítés, kívülről figyeli a migrációs eseményeket, mondta Angyal Ágnes, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Hozzátette, jelentős gazdasági teherrel jár a bevándorlás kezelése Európában. Akik beléptető országok, illetve azok az országok, amelyek tranzitországok áthaladnak, a menekültek, bevándorlók, ott nap mint nap, főleg a tél közelettével, illetve mert itt is van a tél, ezeknek az embereknek az ellátása, a továbbutazások biztosítása, a regisztráció, tehát hihetetlen adminisztrációs terhek vannak. Ez mind-mind nagyon sok pénzbe, emberi erőforrásba és persze időbe kerül. A migráció megállításában Törökországon kívül Görögországnak is kulcs szerepe lesz, mondta el Nógrádi.